Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A PC váltóadása következik. Önök emlékeznek rá, hogy az elmúlt héten vendégként láthatták Orosz Annát, aki most kérdez, akit pedig kérdez nem más, mint egy korábbi polgármester, Gegesi Ferenc. Hát itt tartunk, egyébként ez a 32. adása ennek a sorozatnak. Köszönjük szépen, hogy figyelmesen kísérik ezt az adást és észrevételeiket is. Meg szoktuk fogadni. Annál a szó. Köszönöm szépen a meghívást, meg hogy elfogadta ön is a meghívást. És hát az így adódik az a kérdés, hogy ugye a Momentummal mi most léptünk a nyilvánosság elé, és hát egy-két éve létezik a szervezet, de hogy mindenki az elmúlt pár évben adta politizálásra a fejét, és hogy ön is ugye a rendszerváltás előtt, ha jól tudom, akkor a KSH-ban töltött be vezető tisztséget, matematikusként végzett, és hogy mi volt az a személyes motiváció, ami a politikába vitte önt, vagy emlékszik erre még, vagy volt egy ilyen, volt-e esetleg egy ilyen konkrét dolog, vagy egyszerűen csak sodolódott az eseményekkel, és egyszer csak polgármester részékben találtam magát. Hát a konkrét dolog az volt, hogy felhívtak engem telefonon, hogy nem akarok-e Ferencvárosba polgármester lenni, mondjuk két hét múlva. És akkor hát három hét is ez volt. Ez egy egészen konkrét kérdés. Egészen konkrét, és erre én úgy válaszoltam, hogy hát most rögtön válaszoljak, vagy gondolkozhatom egy fél órát is. És mondta, hát persze, hát gondolkozhatom. Letettem a telefont, hát ilyenkor az ember valamire nagyon koncentrál, hogy ne zavarják meg az egyéb zajok, vagy akármik. Én ilyenkor szoktam járkálni a szobába, a lakásba. Azért megkérdeztem a feleségemet, hogy hát mit szólna hozzá, mert azért hát én addig se mentem haza 10 órai munka előtt, tehát 10 óránál többet dolgoztam, de azért úgy gondoltam, hogy a polgármesterség azért az több lesz. Nem tudtam, hogy mi az, hogy polgármesterség, nem tudtam, hogy hol van Ferencváros. Durván fogalmazva, hát a Fradi stadionban jártam. Szóval, meg hát a söféreim. A lényeges dolgok meg volt. Meg a négy gyerekem a söféreibe született, szóval már csak ez is voltam még a Ferencvárosi tanácsnál is. De hát ő azt mondta, hogy hát ez az én döntésem, és akkor végig gondoltam, hogy hát én 40 éves vagyok, az életemben ez a nagy kihívás, ehhez hasonló nem volt, és hogyha most nem fogadom el, akkor nem is lesz. Ez a soha vissza nem térő alkalom, kiderül, hogy érek-e valamit. Mert az embernek megvan az önbizalma, de ez az önbizalom azért alakult ki, mert a négy alapműveletet a fejbe el tudtam végezni. Na ez bárkit verek. Most talán már kicsit, olyan régen kellett nekem ilyesmivel villognom, de hogy talán már nem megy olyan gyorsan az osztás háromjegyű számokkal, vagy minden, de tényleg ezen a szinten, hát ez egy óriási feladat, vágjunk bele, 20 perc után visszahívtam, beszélhetünk róla, és akkor utána, hát elég, hát ehhez képest, már lezerült már a választás, tehát nem, még csak ki se kellett álljak sehová, hogy embereket meggyőzzek Hát az akkori párt, én SZDSZ pártag voltam, akkor a helyi csoportot kellett meggyőzni. Ez hát nem volt olyan egyszerű dolog, miután nem voltam Ferencvárosi, de sikerült, és utána már megválasztottak. És mennyire volt hideg zuhany az azt követő időszak? Az vagy nagyon szép volt. Mennyire volt mély víz? Az nagyon. Hát ez nem. És meddig zuhany tartott? Nem. Ez nagyon szép időszak volt. 34 ember alkotta ezt az akkori képviselőtestületet, és ebben mindenféle ember volt. Kutatóintézetben dolgozó, meg alkoholista, meg foglalkozását tekintve. Hát igen. De vasutas, meg kertészmérnök. Szóval mindenfajta orvosok, műszaki ember, minisztériumi dolgozó, szóval mindenféle. Hát azt is lehet mondani, már akkor is voltak olyan emberek, akiknek azért sajátos elképzelések voltak a közszolgálatról, de ebbe a 34 főbe, ebbe a társaságban ez nem tudott megnyilvánulni. És mindenki valami nagy ötlettel
gondolt, vagy ezt fogja ő megcsinálni, vagy ezt fogadja el a képviselőtestület, és így tudunk javítani az addigi dolgot, mert hát mindenki tudta, hogy 90-ben 40 hány év és 40 valány év után minden el lett rontva, mi majd mindent helyrehozunk. És bocsánat, hogy felbeszakítom, hogy mindenki a saját területén akart nagyot, vagy álmodott nem. nagyot, vagy mindenki minden területen, hát, szakterületétől függetlenül. Most csak példaszerűen mondok, egy vasutas a Ferencvárosi Önkormányzatnál a saját szakterületén nagyon nagy dolgot nem tudott volna mondani a saját szakterületén. De lehettek emlékei, vagy lehettek gondolatai, a Dzsumboly körüli területnek volt. Meg a Ferencvárosi rendezőpályaudvar. Igen, igen. Hát azon a részen volt egyébként választott egyéni képviselő, és az ottan élőknek kapcsolatban lehettek gondolatok, azoknak az embereknek mire van szükségük. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt. A kezdet. Ilyenkor az a helyzet, hogy ezek a az igények, javaslatok befutnak a polgármesterhez, és ott van sorban, és neki mindegyikhez kell valami véleményt fűzni? Hát ez nem elvárás, de igazából ötlet, felmerül egy javaslat, arról a képviselőtestületnek kell dönteni. És a polgármesternek az a szerepe, a polgármesternek egyrészt mindenhez kell értenie, minden területhez, mert mondjuk a 10 évvel ezelőtti önkormányzatnak olyan sokféle feladata volt, hogy gyakorlatilag mindenről ki kellett véleményt alakítani a magában. Na de hát kizár dolog, hogy egy ember mindenhez értsen, ergo arról, ha van egy ötlet, akkor a képviselőtestületnek meg kell vitatnia, előtte a hivatalnak utána kell nézni adatokat, iratokat beszerezni, és ennek alapján a polgármester is szavaz. És azzal a véleményt mondta, hogy ez igen, vagy ez a kiegészítéssel, vagy na ez akkora marhaság, hogy nem. Mert akkor egy évre simán meg volt a dolga az első pillanatban. Hát azért meg volt, nem egy évre. Hát én azért akkor ilyen 16 órákat voltam benn, vagy már a hivatalban, és utána még hazamentem. Úgyhogy, és hát 4 gyerek azért, ez nem egy kis terhelés volt, de nagyon szép idő volt. Őszak. És azt ugye lehet önről tudni, olvasni, hogy önnek a szakmaiság az minden területen elsődleges volt. És azt is elmondtam most, hogy az kizár dolog, hogy egy ember N dimenzióban ott van legyen, és mindenről tudja a szakvéleményt alkotni. Ez hogyan tudta áthidalni ezt a... Vagy hogyan tudta például megbeszélni a különböző ötletgazdákkal, hogy na, ezt nem, ezt igen, vagy hogyan mondta be a szakértőket? Hát igazából az embernek oda kell figyelni arra, ha valaki vitapartnerben látja a jó szándékot, hogy megértse azt, amit mond. Tehát, hogy abba lehet, hogy nem 100%-ig, de ha csak 10%-ig elfogadható, amit mond, akkor azt érdemes beépíteni, és ki kell gondolni, hogy hogyan lehet úgy kikerekíteni, hogy az most már legalábbis nekem teljes mértékig elfogadható legyen. Szóval nyilván arra az embernek nagyon sok esetben ideje nincs, hogy saját maga utána nézze, figyelni kell a másikra. És ilyen szakmai bizottság, ezek akkor már fölálltak, gondolom. És na de az embernek nem volt arra ideje, hogy a szakbizottságukra eljárjon. Hát én soha nem voltam a 20 év alatt költségvetési bizottságon. Nem, de hát ők megfogalmazzák a hozzáállásukat ahhoz az ötlethez, amit valaki bedobott. Az ember elolvassa a bizottság ülések jegyzőkönyvét. Azért azt egy jegyzőkönyvet elolvasni, az mondjuk 15 perc, egy bizottságülés végigülni, az mondjuk 2 óra. Azért ez más. Igen. Erre a 15 percek kell legyen időm, tehát én minden anyagot elolvastam, minden testületi előterjesztés, bizottságülés, nem csak a határozatokat, az ülésnek a jegyzőkönyvét, hogy minek alapján született ez a javaslat, ez a döntés. Egyébként nem pontosan tudom, hogy milyen munkakörben dolgozott előtte, de mivel vezetőségi pozícióban volt, vezetői pozícióban volt, gondolom azért előtte is, tehát a polgármestersége előtt is már kellett így döntést hoznia, hogy nem engedhette meg magának, hogy minden egyes részletbe beleáll, szakmai részletbe beleássa magát. Vagy rosszul gondolom, hogy mennyire volt ez kihívás, hogy elengedni, hogy oké, nem tudok legmélyére leásni minden kérdésnek, meg kell bíznom az adott testületnek a
az előterjesztésében? Tehát én kifejezetten vezető állásban 2 évig voltam a KSH-n, ott főosztályvezetőjétes. Első pillanattól kezdve tudtam, hogy tehát én korábban a tervhivatalban dolgoztam, és talán a KSH-ban. Amikor a KSH-ba bekerültem, akkor és az első pillanattól kezdve tudtam, hogy szerintem minden beosztottam jobban ért ahhoz, amit az a területhez, aminek a vezetését én most megkaptam. De hát nyilvánvalóan nekem meg az ötletek menedzselésében lehetnek esélyeim, hogy én velük a lépést tartom. És hát természetesen volt olyan másik főosztályvezetőjétes, Horváth Piroska, aki szédületes szakmai tudással és nagyon tehát emberként is nagyon szimpatikus hozzáállással vitte az intézményt, ezt a főosztály. Tehát igazából én számíthattam a velem azonos szinten lévőknek egy embernek, és a beosztottam közül is egy embernek az abszolút megbízható szaktudására. És az egyáltalán nem... Bocsánat, ez még a KSH, ez még a KSH? És igazából az egyáltalán nem szégyen, hogyha egy főnök meghallgatja a beosztottját, hogy mi a véleménye. Aztán utána Jóska hülyeséget mondta, én másként döntök. De hogyha meg se hallgatom a Jóskát, az butaság. Mennyire volt ez korszakalkotó, vagy mennyire volt ez egy egyedülálló modell a szakmaiságnak a ilyen mértékű komolyanvétele? Már 90-ben voltak olyan polgármester társaim, akik osztották az észt. És az első pillanatban én, ez milyen jól hangzik, és honnét van neki ilyen gyakorlat. Aztán még gondoltam, meg szembesültem a gyakorlatban, hogy ez az ötlet, vagy ez a javaslat, ez megvalósítható, rájöttem, hogy nem megy. De nekik, X-nek, Y-nak, Z-nek már akkor megvolt a fellépése, hogy ő ezt nagyon jól tudja. Tehát azt tudom mondani, hogy hát volt olyan példa, akiről messze nem a szakmaiságról szólt a dolog, de volt olyan polgármester is, aki általában csöndben volt, akiről tudom, hogy nagyon jó szakmai munkát végzett. Nehéz volt ezt mondani. Könnyebb volt akkor polgármesternek lenni, mint manapság? Nehezebb volt, mert 90-ben nagyon nagy területen gyakorlatilag mindenütt volt feladat. Ma már, és most nem feltétlenül 2010 utánra gondolok, hanem mondjuk 2007-re, amikor már hát azért eltelt 10-valány év, azért az önkormányzat csak rendezett néhány dolgot. Tehát csak nincs annyi megoldatlan kérdés. Persze a pénzügyi lehetőségek is korlátoznak esetleg, de a nagy bajokat azért már az előző néhány évben meg kellett oldani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor nehezebb volt. Az oktatásról szerettem volna kérdezni, mert ugye ez az egyik fő terület, amiről az ön munkássága ugye híres, hogy ugye olvastam a könyvében, hogy hogyan próbáltak olyan különböző ösztönzőket beépíteni az iskolák finanszírozási modelljébe, amivel arra sarkalják az intézményeket, hogy hatékonyan gazdálkodjanak, és hogy autonómiájuk legyen, mind szakmailag, mind operatív értelemben a saját működésük felett. És hogy egyrészt, hogy picit azt éreztem, hogy ez egy óriási feladat lehetett, hiszen a rendszerváltás megelőzően semmiféle hasonló ösztönzési mechanizmus nem volt igazán, nem működött ilyen mechanizmus, és egy picit ez olyan, mint amikor egy gyereket megtanítunk arra, hogy akkor most hetente kapsz 50 forintot, és akkor hogy osszad be, igen, és hogy egyrészt ez egy nagyon izgalmas kihívás lehetett, és ahogy olvastam, voltak is ezzel nehézségek, és másrésztről meg azért nagyon érdekes visszatekintve az, hogy 2017-ben meg most egy nagyon másik dimenzióban vagyunk, ahol minden az oktatásban legalábbis központilag távvezérelt, és hogy erről mit gondol? Hát én a 2 év KSH előtt 13 évig a tervhivatalban dolgoztam. Úgyhogy volt közvetlen tapasztalatom a központi irányítás célszerűségéről, hatékonyságáról, a
technikákról, amikkel a központ irányítót csőbe lehet húzni. Úgyhogy ha a feje tetejére áll, akkor is az ügyes partner az bepalizza. Így fogalmazni. Tehát igazából nem érdemes ezzel küszködni, hanem meg kell értetni, hogy hát az adott esetben az iskola igazgatókkal, hogy nem ellenük akarunk valamit csinálni, tehát semmi esetre sem. De van egy keret, egy mozgástér, amiben tudunk működni. 2090-ben elég nagy volt a mozgástér, tehát ez milyen szempontból szerencsénk volt. Tehát és ezt próbáljuk meg a ti ötleteiteket is a maximálisan felhasználni. Tehát, hogyha neked egy olyan tanterved van, amiben te azt mondod, hogy ez sokkal jobb, mint az addigi szokásos, akkor kaptam is egy igazgatótól egy ilyen tantervet, és hát úgy elolvastam. Hát persze, elég hosszú könyv volt, és miután elolvastam, utána se tudtam, hogy ez most miért jobb. Na de hát, hogyha az oktatási bizottság, meg a hivatal oktatási részlege nem mondja azt, hogy ez ezért vagy azért rossz, akkor hagyjuk már rá az igazgatóra, hiszen ő ebben bízik. És ha valamiben bízik, hogy ez jobb, mint a másik, ezt ő jobban tudja csinálni, akkor csinálja. Hát így tudom az ötleteiket felhasználni. Ez a ilyen típusú autonómia, másik a pénzügyi, pedig a kettőnek azért jó, ha együtt van, hogy azt kiküszöbölni, hogy az iskola igazgatók azt lássák, vagy úgy gondolják, hogy az ő következő évi költségvetésük az azon fog múlni, hogy milyen jóban vannak a polgármesterrel, vagy milyen jóban vannak az oktatási bizottsággal, a hivatal oktatási iroda vezetőjével, hanem próbáljunk egy jól kiszámítható költségvetési keretet meghatározni. És még ennek a metódusnak a lebonyolítását is, és ne a hivatal csinálja. Tehát kialakítottunk egy lényegében egy ilyen gyerekszámtól függő normatív finanszírozást, amit a keretszám, hogy nem tudom, 2,5 milliárd forint, ezzel a számítási módszerrel osszák szét, de ezt az iskola igazgatókból kiválasztott, maguk közül kiválasztott 5 iskola igazgató végezte. Illetve lehet, hogy utána még megtárgyalták az összes iskola igazgató, óvodavezető, nem is tudom, mert én ezeken nem mentem el. Ezen eljárás szerint szétosztották a pénzt. És akkor ezek után viszont néha volt olyan, aki megpróbálta, bejött hozzám, hogy hát most évközben, nem tudom én, erre nem gondolt elő, és itt most van hirtelen egy kiadás. Hát mondom, ez nagy baj. És akkor mit csinálsz ilyen helyzetben? Másik oldal. Tehát nem kapott pénzt. Nem kapott. Másik oldal. December 20-án észre az igazgató, hogy van a számláján még 2827 forint. Egy ilyen kiszámított, ahogy most működnek a minden intézmény, akkor az igazgató tudja, hogy ha másra nem, akkor veszek rajta WC-papírt. Mert december 31-én az a pénz az elvész. Butaság. Még azt is el tudom viselni, hogy ha azt mondja valaki, hogy valami oktatásra szükséges dolgot most meg tudna venni, mert van egy 20%-os leértékelés, de a pénzének csak a fele van meg. Hogy egye fene a hivatal kiutal neki azt a különbözetet, de úgy, hogy ezt a pénzt a továbbiakból levonja. Tehát az, hogy az ő pénzével tényleg gazdálkodni tudjon, észszerűen gazdálkodni tudjon, és ezt az iskolaigazgató tudja megcsinálni. Aztán azt, hogy az iskolaigazgató hány tanárt vesz fel. Mindenkinek, mit tudom, 20 órát tanít, vagy felvesz kevesebb tanárt, aki ezek után 30 órát tanít, döntsék elő. Hát, mennyire volt ez nehéz kihívás, vagy mennyire volt ez nagy kihívás ezt így végigverni az intézmény, csúnya szóval végigverni az intézményre? Az érdekes volt, ez olyan 3 év alatt zajlott le. Volt olyan igazgató,
aki rögtön az első pillanatban, mert hát ez nem utasítás volt, hogy önálló gazdálkodás, hanem egy lehetőség, lehetett választani. De első évben választottak 2 vagy 3 igazgató, aztán a következő évben még 10, és akkor az utolsó évben egyébként szakmailag nagyon jó igazgató, de ő tartott attól, hogy a gazdálkodási dolgokhoz nem ért, hát soha nem csinálta, mert 90 előtt ez nem volt az iskola igazgatójára rábízva, volt egy külön szervezet, a GAMES. Az lehet ezt a mostani klikhez hasonlítani? Persze. Okay. Ugyanolyan. Talán még rosszabb. Mármint melyik a még rosszabb? A klik. Yeah. Szóval tehát az, hogy óckodott attól, hogy beleugorjon, és még egy dolgot magára vállalja, ez tulajdonképpen érthető. De amikor az első ilyen próbálkozó iskolaigazgató bejött azzal, nem hozzám, hanem a valamilyen igazgatói megbeszélése, hogy csöpögött a vízcsap, nem tudom, már évek óta. Mindig szóltunk a GAMESZ-nek. GAMESZ mondjuk fél évente válaszolt rá, évente eljött, megjavította, és utána 2 hét múlva megint csöpögött a csap. Most pedig megvettem a bódba 15 000 forintért a vízcsapot, szóltam a Kovács apukának, aki fél óra alatt megcsinálta, és azóta is működik. És működik. Uh-huh. Na most ez a szöveg, ami nem tőlem jött, hanem de érintettől, ez nagyon sokat lendítette azon, hogy akkor a többiek is elválták. Hát tulajdonképpen az önkormányzat valami olyasmit jelent, hogy adott embercsoport adott keretek között kormányozza önmagát. Persze. És ez érvényesült valóban? Igen. Persze. Úgy a közemberek szintjén is, hogy ténylegesen részt tudtak venni a kormányzásba? Hát most amit én elmondtam, az önkormányzati intézményhálózatra mondtam, hát az orvosokat is körülbelül így tudtuk, vagy sikerült saját lábukra állítanunk. Szociális, ezek az intézményeket. Hát a városfejlesztési kérdésekben, ami nyilván az embereknek nagyon fontos, ott voltak minden ilyen rendezési terv elfogadásakor közmeghallgatás. Én arra se mentem el, mert egyszerűen nem volt rá időm. Valószínűleg a 16 óra se volt elegendő, de ott volt a főépítész, felírták a kérdéseket, amiket olyan volt, akkor azt figyelembe vették, vagy nem. Én ezt nem tudom megítélni, hogy a másik oldalon ülők, tehát akik ezeken a fórumokon részt vettek, azok úgy ítélték-e meg, hogy na, most érdemes volt ide eljönni, vagy ez megint egy olyan kipipálandó dolog. Én ebben, miután a városfejlesztéshez, a szakmai dolgaihoz aztán végképp nem értettem, nem is voltam benne. Szerencsére végül is a városfejlesztésért lettem a leginkább megdicsérve. Na, bocsánat, azért kérdezem, mert valahogy ki kellett alakulni az ott élő emberek között azoknak a, mondhatom így nyugodtan, hogy civil szerveződéseknek, amelyek képesek voltak legalább először egymás között egyeztetni azokat a szándékokat, amelyeket megvalósulni szeretnének látni, és képesek voltak megfelelően artikulálni ezeket, és így juthattak el a választott képviselőikhez. Szóval és már akkor születtek civil szervezetek? Hát voltak, persze. Nézd, tehát 90 óta, tehát a kezdettől fogva minden ilyen rendeletet, tehát ami a legfontosabb önkormányzati döntéseket tartalmaz, a szabályozási terv, éves költségvetés, oktatási felképzelések, azt úgynevezett kétfordulóba tárgyaltuk, ami azt jelentette, hogy az egy ilyen tárgyalási nap után, amikor ott elhangzottak, bekerültek ebbe a rendelet szövegébe, azt kifüggesztettük. És ezt mindenki tudta, már úgy értve, hogy a lakosság, hogy ehhez a rendelethez hozzá lehet szólni. Minimális volt a hozzászólás. Én nem tudom, hogy mi voltunk nagyon naivak, vagy nagyon rosszul csináltuk, de igazából nem nagyon volt erre komoly reakció. Tehát
Tehát én azt gondolom, hogy én amit lehetett, megtettünk, de hogy ez elég volt-e, azt nem tudom. Tehát ha ilyen szemben nézzük, hogy a civil világ hogyan ítélte meg az akkori önkormányzati tevékenységet. Tehát nem nagyon vettek részt azért a dolgokban. Nem. Én még visszakanyarodnék egy pillanatra az oktatáshoz, mert azt nagyon meg szerettem volna kérdezni, hogy ugye szakértők azt mondják, meg azt látjuk, hogy 2010-ig egy ilyen elég erős decentralizációs trend volt jellemző az oktatásban, és azóta meg a ló másik oldalán vagy kötöttünk ki, és minden központi laktáv vezérelt, hogy nekem személyesen meg a Momentumnak is az állás mondja, hogy azért valami arany középutat kell megtalálni a két irány között, tehát hogy bizonyos szintű központi szabályozásra szükség van ahhoz, hogy egységes minőséget tudjunk biztosítani országszerte, és hogy mondjuk ne attól függjön, hogy a helyi iskola jó minőségű oktatást tud biztosítani, hogy milyen az anyagi háttere az adott önkormányzatnak. De másrésztről meg abszolút szükség van a szakmai és operatív autonómiára, pontosan azokból az indokokból kifolyólag, amit ön is említett, hogy másképp nem tud jól működni egy személy, se egy intézmény. És hogy ezzel kapcsolatban mit gondol? Igen, hát hallottam, nem olvastam a programjukat, de valaki idézte. Egy vízió. Valaki ilyesmit jelzett, hogy nem, az oktatásban nem csinálnák vissza a 2010 előtti teljes önállóságot. Na most nem reagáltam rá, mert igazából én azt gondolom, hogy önök most elgondolják azt, hogy mit szeretnének, és nyilvánvalóan a pro és kontra érkező érveket megfontolják és berakják, és amikor ez úgy kialakul egy ilyen komolyabb dolog, akkor lehet azt mondani, hogy na ez egy jó, vagy egy hát bizony elég pocsék elképzelés. Uh-huh. Tehát nem, mondjuk így nem ugrottam arra, mert hát azért az elmúlt két hónapban elég sok ilyen Facebook vitába vettem részt, ahol egy-egy mondatra mondjuk, egy-egy mondaton órákon át. Egy-két napig. Jézusom, egy-két okay. napig vitatkoztam. De a Momentum jövőképével kapcsolatban, vagy úgy egyéb hasonló anyagokkal kapcsolatban? Hát természetesen a Momentum szövegeivel, az egészséges nemzettudattól kezdve, hogy mit keres ez nem tudom, hogy hangzott. Szóval, hogy a 2010 előtti generáció mit keres itt? Lehet, hogy ilyet nem mondtunk, csak a politikai elitről volt inkább. Igen, de ez így hangzott el a beszélgetésben. Aha. Na, tehát és mondtam, hogy ez majd lesz alkalom, amikor ezt tisztázok, hogy pontosan mit gondolnak ez alatt. Uh-huh. Tehát a szakmai önállóság és mégis egy egységes szabályozás, ez elég könnyen megoldható, hát azért vannak ezek a vizsgák, a tesztek, amiket nem a helyi iskolának kell kitalálnia és értékelnie, hanem központilag. És akkor az a szakszóval úgy tudom, hogy azt mondják, hogy ez a kimeneti szabályozás. És utána, hogyha én ezzel a tantervvel, vagy azzal a tantervvel, vagy hát nagyon sok esetben a tanár felrúgja a legjobb tantervet, mert hogy tanár, mert hogy minden alkalommal valami mást hoz elő, már úgy értve, hogy nem magát ismétli 50 éven keresztül, mert akkor az a szörnyű. Hát meg a gyerekekre szabja meg osztályokra. Igen, mert hogyha a tanár folyamatosan azt mondja, amit az első alkalommal, az azt jelenti, hogy a ismeretei bizony elkoptak 30 év után. Tehát nyilvánvalóan meg kell hagyni a szakmai önállóságot, és egy kimeneti szabályozást a végére. Ez a kimeneti szabályozás gyakorlatilag azt jelenti, hogy adott normákat föl kell állítani, és hogy ki hogyan jut el oda a diákjaival, az szabad. Igen. De itt egy óriási felelőssége van annak, aki ezeket a normákat felállítja. De ezt a normát nem a helyi iskolának vagy a helyi önkormányzatnak kell megalapítania, erre van az Oktatási Minisztérium, avagy a Parlament Oktatási Bizottsága, tehát egy felső szintű, így lesz országosan egységes az értékelés. Igen, de még emögött még egy ideológiának is lenni kell, hogy mi az, ami meghatározza azt, hogy mit állítanak föl normáknak. Hát egyrésztről, másrésztről meg ugye biztosítani kell azt az anyagi és operatív hátteret az iskoláknak, amivel el tudják érni
hátrányos helyzetű régióban is azt szóval a minőséget. Én például nem vagyok benne biztos, hogy az 1526. augusztus 29-i dátumot így egészen pontosan mindenkinek illik tudni. Még abban sem vagyok biztos, hogy 1526-ot önmagában mindenkinek illik tudni, de rosszul, nekem rosszul esne, hogyha mondjuk önben nem ugrana be erre a dátumra valami. Hát én, és az nem esne rosszul, ha bennem nem ugrana elő valami. Azon elég döbbenve. Elég közel volt az az időpont, amikor ezt ön tanultam, úgyhogy... Nem biztos, hogy az augusztus 29-e. Az augusztus 29, az nem... Az... Azért mondtam, hogy... De tudjuk, miért. Én ezt azért mondtam így részletesen, hogy én speciál elég részletesen tudom a történelmet, de nem vagyok abban biztos, hogy a történelemből mennyi dátumot és milyen mélységben kell egy dátumot megtanulni. Lehet a 16. századot is mondani. Mondom, nagyon félve, úgyhogy hát nem az igen, én erre alapvető. Erre mondta nekem egyszer egy nagyon széles látókörű ismerősem, hogy 1588 az egy nagyon fontos dátum volt igen. A világtörténelemben, mert hogy akkor verték meg a győzhetetlen armadát az angolok, ugye Francis Drake és csapata, és... Meg a vihar. Meg a vihar, persze. De ha azt hiszük, hogy ez volt abban az évben a legjelentősebb, akkor lehet, hogy tévedünk, mert éppen 1588-ban érkezett az első nagyobb krumpli szállítmány Amerikából Európába. És igaza van, mert hogy Európa addig köleskásán élt meg zabot evett, és így tovább, újra. És az, hogy jött krumpli, meg jött kukorica, meg hasonló, ez Európának egy óriási fejlődését hozta. Egységesen kell látni azt, abszolút. Hogy mi történt például a 16. században, alapkompetenciákra, társas kompetenciákra is szóval, szükség van, nem csak adatokra. Szóval belemegyünk egy olyan témába, amivel nagyon sokat lehet beszélgetni, én csak az egészet azért vetettem fel, hogy érzékeltessem, hogy a központnak az a felelőssége, hogy amit ő fontosnak tart ahhoz, hogy egy normális ember normális módon tudja az életét leélni, érvényesülni tudjon, hogy ehhez a megfelelő tudást, ha van, aki 8 általános után, van, aki érettségi után, van, aki egyetem után, de az ő perspektívája szerinti megfelelő tudást megszerezze, meg persze fontos az, hogy minél feljebb jusson ezen a ranglétrán. A másik, amit itt mondta, ezt a pénzügyi dolgot, itt van valami, amit el tudok fogadni, nevezetesen az, hogy az nagyon rossz módszer, hogy minden önkormányzatnak, a kis önkormányzatoknak is ott van az iskola, mert azoknak általában nincs pénzük a fenntartására. Tehát az eleve mondjuk egy kis településen lévő családok általában nem a legjobb jövedelmű. És nincs a pedagógusok is kontraszelektálódnak. Nincs ott mögötte a családi könyvtár, amilyen poton lehetne. Ezek után a pedagógusok sem biztos, hogy szívvel lélekkel mennek egyetem után ide tanítani, tehát ezért szóval van néhány nagyon lelkes, megszállott pedagógus, de ettől eltekintve nem. És akkor ez a hátrányos helyzet, ez folytatódik. Igen, konzerválódik. Na most erre kétféle módszer van, nem szeretnék azt vitatni, hogy ez melyik a jobb, mert nem vagyok oktatás és szakember, csak fontosnak tartom. Az egyik ez az iskola buszosztatás. A másik pedig az, hogy a nagy önkormányzatoknál egyértelműen az iskola az önkormányzati, és egy bizonyos határ alatt választhatóan legyen az önkormányzati, és ha mondjuk egy 200, hát a 200 főnél már nincs is iskola, de elképzelhető, hogy van egy 600 fős település, ahol az ottani önkormányzat, vagy az ottani polgármester annyira megszállott, fontosnak tartja az iskolát, hogy akkor az csak 4 osztály, de akkor ő azt a 4 osztályt valahogy összehozza.
Tehát nem, én se azt mondanám, hogy a 600 fős település, nem tudom, hogy a 600 fős település, van olyan 600 fős település, ami, tudom, de hogy megint egy tolvonással kerüljön oda, mert 90-ben azért ezek egy tolvonással kerültek oda, de akár egy 600 fős is működhessen. És semmiképpen nem ez a mostani centralizált rendszer. Igen. Én azt gondolom, hogy például pénzügyi ösztönzőkkel lehetne egyszerűen a pedagógusokat támogatni, hogy ilyen kisebb, hátrányosabb helyzetű régiókba is elmenjenek, meg hát persze a módszertani tudás is fejlesztésre szorul valószínűleg. Tehát egyszer én saját tapasztalatomból is azt tudom mondani, hogy az iskola egyszerűen élére szabott gyerekekre van alapvetően felkészülve, és most itt nem is csak a hátrányos helyzetről van szó, hanem hogyha valaki egy picit más érdeklődésű, kicsit, mit tudom én, művészeti irányba, kicsit amolyan irányba fordulna inkább, már azzal is nehezen tud az iskola valamit kezdeni, és szerintem ez egy nagyon nagy probléma a jelenlegi oktatással. És egyébként még erről az integrációs, szegregációs kérdésről akartam kérdezni, mert mi azt gondoljuk, hogy az integrált oktatás kellene, hogy legyen a cél, de nyilván ehhez rendszer szintű változtatásokra van szükség. És hogy ilyen ambivalens érzésekkel olvastam arról, hogy ugye egyedülálló módon például az autista kisgyerekek számára fél éves kortól azt hiszem már biztosítottak ilyen fejlesztő bölcsödéket, Igen, meg a hátrányos helyzetű gyerekek számára is volt külön, tehát hogy figyeltek arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek ténylegesen fejleszék, de másrésztről meg azért ez egy bizonyos fókusz szegregációhoz is vezetett. De azt gondolom, hogy az biztos, hogy rossz, hogyha egy iskolában a hátrányos helyzetű gyerekek vannak x százalék fölött, vagy túlnyomó részben. Ugyanis amit mit csináltunk, az azt jelentette, hogy kétszer annyi pénzt fordítottunk arra az iskolára. És nem csak azzal, hogy mondjuk kis csoportos oktatás folyt, hanem például az osztályfőnök az hetente beszélgetett a telefonon, tehát többnyire a szülőkkel, hogy a Pisti, a Jóska mit csinált, mit haladt előre. A két tanár volt benne az órákon, mert hogy az osztályfőnök meg a szaktanár. Tehát most ezzel a plusz anyagi ráfordítással próbáltuk azt a hátrányt ledolgozni. És ezt a módszert én Amerikában láttam, tehát az iskolaigazgató, aki ez működött. Ez volt a módszer, amire az elején utalt egyébként? Már vagy 10 éve küszködött annak az iskolának, annak a kerületi körzetes iskolának a problémáival, ahol tényleg nagyon sok volt a hátrányos helyzetű. Nem direkte, hanem olyan volt a környezet. Igen. És Amerikában látta ezt a módszert, és kim voltunk, megnéztük. Hát egy Amerikában egy hátrányos helyzetű iskola az azért félelmetes, más dimenzió. Nem azt mondom, hogy lövöldöztek, de nem sok hiányzott. Viszont el tudták mondani azt, hogy 60%-a folytatta a 8 általánost. És ott ez egy eredmény volt. Tehát, hogy tankötelezettség, ott nem tudom hány éves a tankötelezettség, de hogy utána nem az utcára kerültek, hanem bent tartották itt. Néha az a bentartás az megint... Hát nem PC módon történt, én ezt tapasztaltam, de a gyerekek tovább mentek. Ez a módszer se tudott mindenkit bent tartani, mindenkit pályára állítani, de 69%-ot igen, és ez egy borzasztó nagy eredmény. És mi ezt próbáltuk csinálni. Most ezt utána a gyerek összetétel alapján akár szegregált oktatásnak is lehet nevezni, de nem ez volt a célja. Az volt a célja, hogy aki hátrányos, az többet kapjon.
Nem, félre ne értsen, én értem, hogy egyrészt az egy teljesen más kontextus volt, másrészt meg egyszerűen a kerület maga volt olyan, hogy voltak részek, ahol koncentrálódott a hátterenségű lakosság. De ennek ellenére mondjuk érdekes az a kérdés, hogyha úgy azt mondta, hogy kétszer annyiba került körülbelül ezeknek az iskoláknak a fenntartása, hogyha ugyanezt a pénzt integrált oktatásra költjük el, akkor milyen eredményt érünk el. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon messzire vezető kérdés. A dolog úgy alakult ki, hogy voltak olyan diákok, akiktől a tanárok szívesebb megszabadultak volna, és lögdösték át, hogy na, csak nehogy már visszajöjj, és inkább átengedő. Igen. Na most ezek a gyerekek ugyan jó, mondjuk úgy, hogy jó iskolába jártak, de mégis a 8 általános elvégzése után semmire nem voltak felkészítve. És meg volt az a lehetőség, hogy átmehetett a másik ebbe az iskolába, és úgy örültek, hogy odajöttek. De most persze lehetett volna azt mondani, hogy ez tilos, területileg itt vagy, ebbe a utcák határolt a körzetben laksz, akkor ebbe az iskolába kell járjál, és de hát több pénzt adunk a működtetésre. De ettől még a tanári hozzáállása, a szülők hozzáállása nem változott volna meg. És ez meg már nem a kerületnek a hatásköre. Úgyhogy közben lenne egy kérdésem. Igen. Az, hogy szakembert hív meg egy beszélgetésre, aki önkormányzati dolgokban mindenképpen otthon van, és hát azon belül úgy most tűnik, belekeveredtünk az oktatásba. Az oktatásban is. Ez vajon tükrözi azt a szándékot, amit feltételezek, hogy a Momentum szeretne maga mögött tudni egyfajta szakértői gárdát? Abszolút arról van szó, hogy azt gondoljuk, hogy több szakemberre van szükség a kormányzati tervezésben is, hogy sajnos az elmúlt években úgy azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokszor nem jött létre egy párbeszéd a kormányzat és a különböző érintettek, szakértők, mondjuk az oktatásban pedagógusok és szülők, gyerekek között, és hogy erre nagyon nagy szükség lenne. Igen. Ezt más oldalról látom. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt a pragmatikus szemléletet mi is képviseljük, meg mi is nagyon fontosnak tartjuk, főleg 2014-ben. Gondolom az is szempont itt, hogy azok, akik a Momentumban részt vesznek, nagy mértékben a fiatalság köreiből kerültek ide, és talán nincsen annyi tapasztalatuk, mint amennyire azoknak... Ha kétszer ennyit éltek volna, mint azoknak, akikben egyébként megbíznak a szaktudásukban. Hát ez világos, persze. A mérce arra nézve, hogy kinek a szaktudásában bíznak meg. Hát szerintem ezt így nehéz megmondani. Csak azért kérdezem, mert négy darab őszhajszál, és nem tudom. Ahhoz is kell egyfajta szakértelem, hogy valaki tudja, hogy kinek a szaktudását akceptálja. Ilyen emberek a fiatal szakemberek között is vannak, akik tudják, hogy kihez kell kinyúlni, amikor éppen megrekedünk egy kérdésben, tehát hogy kit érdemes megkérdezni, hogy mit olvassunk el, vagy melyik településre menjünk el, mert ott van egy nagyon jó gyakorlat, amit érdemes megnézni. Például egy dominóiskolát valószínűleg érdemes lett volna megnéznünk. Hát már nem tudnák. Azért mondom múlt időben. Igen, azért mondom múlt időben, vagy mondjuk érdemes helyőkeresztúrra elmenni. Velük volt is egy panelbeszélgetésünk korábban. Tehát azért fiatal szakemberek között már vannak olyanok, akik meg tudják mondani, hogy ki az, akire érdemes hallgatni, és ki kell kérni a tanácsát. De mondanék két tanácsot is, amit az elmúlt 3-4 momentumos rendezvény nem az, amit önök mondtak, hanem amit önöktől kérdeztek, meg amit önöket mondjuk piszkálták. Volt, aki mondta, jó indulatból kérdezi, de hát azért ez így nem teljesen oké. Hogy az egyik az, hogy hogyan viszonyulnak önök a 2010 előtti vagy 2010 utáni pártokhoz. Én azt gondolom, hogy önöknek most az a fontos, hogy amit
hogy magukat megismertessék. Nem csak itt Budapesten, mert itt, azért, azért most már azért csak ismerik, hanem az ország egészében. És hát persze a választás előtt egy pár hónappal lehet azon gondolkozni, hogyha ebben a körzetben nekem jó jelöltem van, akkor persze, hogy elindítom, de ha nem biztos, hogy az én jelöltem annyira jó, hogy akkor... De ezzel most a Momentumnak nem szabad foglalkozni. Na, ezzel maximálisan egyetértünk. Nem szabad erre igazából még reagálni se. A másik pedig ez a program kérdése. Az előbb már mondtam, hogy önök, hát vannak 149-en, vagy mennyien. Egyébként most lépnek be még 400-an, de igen. De volt valami felvételi zárlat. Volt, igen. Azért mondom, hogy most fog ez megnyílni, igen. És nagyon sokan. Jó, tehát vannak 149-en, biztos, hogy ezek között sokféle területnek az ismerősei vagy szakértői vannak. Leírnak valamit. Nem azzal a szándékkal, remélem, vagy azt gondolom, nem azzal a szándékkal írják le, hogy na ez az aranymondás, és ezzel is hangzott. Igen, hogy nem. De van, aki ezt úgy értelmezte, vagy az volt a hogy számára nem tetsző, hogy hát azért mégiscsak kéne egy programot előállni. És a Hajnal Miklós mondta, hogy hát nem akarik megkötni a még a 149 után belépni szándékozó 149 ezernek. Hogy teljesen világos, hogy önöktől most ebben a pillanatban nem várja el senki. Normális ember nem várja el, hogy egy teljesen korrekt, minden területre kiterjedő programot mondjanak. Ha másért nem, a 2015-i pártoknak 20 éve volt rá. A 2010 utáni pártoknak is volt már 7 éve. Meg is valaki nem is tartotta fontosnak, hogy írjon programot. De aki fontosnak tartotta a szavakba, annak van mindenre kérdése korrekt programja? Nincs. Tehát ez önmagában nem kell zavarja. De azért jó lenne, hogyha az első ilyen hullám, érdeklődési hullám után valami összeáll. És akkor írnak valamit, gondolom ezt a honlapon jelenik meg, hogy ott megjelenik, nyilván lesznek hozzászólások, és csináljanak valamilyen, mint májusban, hát nyáron nem, mert nyáron az halál, de májusban, esetleg szeptember, ebbe a témában és abba a témában is valami fórumot, vagy ez ahol... Ez a terv. Nagyon nyitott folyamatot szeretnénk csinálni a programalkotásból, hogy ez ne egy ilyen sötét szobában okos emberek megírják. És akkor viszont egy májusi fórum eredményét nyugodtan lehet azt mondani, ez a Momentum programja. Uh-huh. Szóval ne azzal hárítsák el, hogy mi ne pusztán azzal hárítsák el, hogy mi a gyakorlati megközelítés hívei vagyunk. Uh-huh. Mert ez nagyon helyes dolog, de azért valami, és az egyik hozzászóló ezt hiányolta, hogy hát azért elvek nélkül nem megy, vagy valami. Uh-huh. Hogy most alakul, önök nyitottak mindenre, hát nem mindenre, mert mondjuk a szélső jobb vagy a szélső bal kiváló ötleteire azért nem kell nyitottnak lenni, de hogy ezt is, tehát így tervezik. Kérdés az, amit egy ilyen fórum megfogalmaz, uh-huh. többé-kevésbé nagy egyetértéssel. Az interneten kívül, és azon a néhány televízió állomáson kívül, amelyik érdeklődik a munkájuk iránt, uh-huh. hogyan jut el Józsi bácsihoz, Mari nénihez, akihez egyébként a Kossuth Rádió szól, akit az M1 televízió ér el. Igen. Magyarán szólva, nagyon, nagyon nem mindegy, de egy írott sajtó van a közelükben? A terveikben? Pont a hétvégén voltunk az országjárás keretében, többek között Zalaegerszegen, és ugyanezt a kérdést tette fel nekem egy középkorú úr. És hát azt gondoljuk, hogy azért hál' Istennek az internet mindenhova eljut, a legkisebb faluba is, és az nyilvánvaló, hogy a kormányzati médiával nem tudjuk felvenni a versenyt, mert nem áll rendelkezésünkre nem tudom hány milliárd forint különböző híresztelések ellenére. Most fogja azt mondani, hogy de...
De nincs, de igazából országot járunk, minél több ember próbálunk bevonni. És azt én mondanám, és van egy, hogy hívják, magyar idők, mennyi milliárdból, és hányan olvassák? Ha mondjuk csak a stabil magyar idők olvasókat nem sikerül elérni a Momentumnak, attól még a Momentum lesimázza a választást. Nem ilyenre gondoltam, egyszerű számizdat. Ja. Egyébként ez a helyi megoldások között abszolút egy létező opció. Igen, és mi nagyon szeretnénk a helyi szintet aktivizálni, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy apátiába süllyed mindenki, és hogy már így fel sem merül, hogy azért vannak olyan problémák, amiket nem a parlamentből kell megoldani, vagy nem csak a parlamentből lehet megoldani. És például lehet írni helyi szamizdatot. Most nem, ez még nem szerepel a terveink között, mielőtt... És a Tatszerpaó az már megy? Nem, még az sem, de... A kutyapártot kéne megkeresni, annak olyan jó párt. Igen, ismerjük egymást. Ön számára a helyi politizálás az így sosem kérdőjeleződött meg, hogy szeretne inkább parlamenten belülről nagyobb fókusszal. Én 94-ben eldöntöttem, hogy nem kívánok az országos politizálásban részt venni. Igen, ez egy köszönjük szépen, hogy jó döntést hozott. Mint ahogy jó döntést hozott Anna is, amikor önt hívta meg beszélgető partnernek. Ezt köszönöm. És természetesen jó döntést hoztak a nézők, hogy figyelték az adásunkat. Köszönöm szépen kérdezőnek és válaszadónak egyaránt a nagyon aktív részvételt. Kedves nézőinknek pedig a türelmét és a figyelmét. Legyen szerencsénk a jövő héten is.